Az éjjel hazafelé mentem, éreztem bárs, hogy ne szinog. És a szellőzködő lágy melegben tapsikoltak a jázminok. Hát nem gyönyörű, hogy tapsikoltak a jázminok. Azt mondja, hogy nagy álmos dzsungel volt a lelkem, hát ez valami egészen különös kép. És amellett, hogy megfoghatatlan, mégis ad van. És akkor jön a nagy váltás, és háltak az utcán. És rám csapott, amiből eszméletem, nyelvem származik, és táplálkozni fog a közön. Fantasztikus. És ezt így, hogy most itt elmondtam, így elmondani az egész verset. De úgy szépen megfogalmazva. Hát pláne egy Arany János verset. Várna Toldi. Toldival kapcsolatban például a kokáért. Én voltam Toldi Miklós. Pedig az alkatom nem egy toldis. De még a főiskola előtt 3 évig táncos voltam. Az ott együttesben. És Molnár Pista bácsi, nagyon jó koreográfus, az meg akarta csinálni a toldit táncjátékba. És nekem osztotta ki a szerepet, hogy eltáncolni. Úgyhogy még ilyen Arany János kapcsolatom is van. Mert érdekes dolog, hogy a televízióban mondtam verset, nem úgy olyan régen, talán egy éve. És másnap az utcán megállítottak, hogy gyönyörű, szép volt a vers. Tehát nem igaz, hogy az emberek, ha vers, akkor nem hallgat, mert szeretik. A vers tulajdonképpen egy zanzásított, hatalmas gondolatsor, minden egyes vers. Csak azért, hogy rövidebb sorokba, könnyebben észrevehető, igaz, hogy nehezebben érthető. Tehát nagyon figyelmesen kell olvasni egy verset. Nehéz. Azért nehéz, mert ez az olvasás egy kicsit kiment a divat. Sajnos. Vagy hála Istennek. Csak be kéne tömöríteni ebbe a számítógépes világba, a televíziós világba az irodalmi helyzetet. Egy kicsit erősebben kéne előre tolni, mert most nagyon elől van a politikai része a dolognak, ami persze választás, meg minden érthető, de azt hátrább lehetne hozni, és hátrább lehetne hozni a régieknek az újrajátszását, és egy kicsit előrébb lehetne hozni a mostani irodalmi, kulturális helyzetet. Ez az érzés.